Üdvözlök mindenkit innen a Pongrácz útról, november 22-én reggel. Itt láthatjátok, leesett az első hó, de persze nem ez lesz a videó témája, hanem megyek mindjárt ideérek a Hős utcába, és akkor megtekintjük, ahogy bontják itt a Hős utcai gettónak az épületeit. A videóban persze megnézzünk még mást is, például a Hős utca és a Hungária körút sarkán, az egykori kenyérgyár helyén felépült ugye az Arena Business Campus, vagy röviden ABC irodaház, első üteme, és maradt még egy üres terület, ott valami munkálatok kezdődtek, úgyhogy megnézzük, hogy mi történik, és utána még az MTK sportparkot is megtekintjük, ami a Kerepesi úton az egykori gumigyár helyén épült fel, nem messze az Arena Plázától, hiszen lassan átadják, már az utolsó simítások zajlanak, úgyhogy azt is megnézzük. Ha pedig érdekelnek további építkezések Budapestről, bár néha vidéki városokba is ellátogatok, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ha tetszik a videó, akkor nyomjátok egy lájkot. Köszönöm. Na íme, itt van a Hős utca, nem tudom, hogy ezt a sarkon lévő épületet is lebontják-e, hiszen ez nem ahhoz tartozott. Mint láthatjátok, ott kezdődnek azok az épületek, és az egyiket már elég szépen elkezdték bontani. Megyünk közelebbre is, megtekintjük mindjárt. Egyébként itt az út jobb oldalán, itt mellettem a készenléti rendőrség található. Itt a bontás mögött a TEK épületei, és a terrorelhárítási központ. És ha az utcába picit tovább megyünk, ott pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. És egyébként a TEK fogja megkapni ezt a területet is, vagyis hát az állam már megvásárolta, és majd a TEK fog tovább bővülni. Látjátok, már el van kerítve, úgyhogy mennek itt a munkálatok, hamarosan lebontják itt az összes épületet. Egyébként a kormány megvette ezt a 10. kerületi önkormányzattól, amiért 2,1 milliárd forintot fizetett, és az önkormányzat pedig azokat a lakókat, akik itt rendesen bérelték a házakat, azoknak a kerület más pontjain biztosítottak további bérlakásokat. Volt itt ugye már egy csomó drogos, ugye nem véletlen ismeri mindenki ezt a környéket, hiszen sokszor szerepelt a hírekben. De hát azért értek itt normális emberek is, akik nyilván örülnek annak, hogy elköltözhettek ide, és hogy a kerület máshol biztosított nekik bérlakást. És akkor ebbe a két házba itt még nem kezdtek bele, de persze ez is le lesz bontva. Itt a készenléti rendőrség, ez az épület szerintem itt a sarkon, ez már a Közszolgálati Egyetemhez tartozik. És itt az utcába, látjátok, ott van az a vörös téglás épület, ami nemrég készült el egyébként, mert a TEK folyamatosan bővül, hát ugye most is bővülni fog, hiszen amiket itt lebontanak, azok is a TEK területéhez fognak tartozni, és majd biztos építenek ide majd mást, de ott látjátok, sárgával van felírva, hogy TEK. Na de akkor irány a Hungária körült, és akkor nézzük meg, hogy az irodaház hogy áll, milyen építkezések zajlanak arra felé. Itt vagyunk a Hungária körúton, illetve hát a Hungária körút és a Hős utca sarka mellett igazából. Itt épült fel ugye az ABC irodaház, vagyis hát az Arena Business Campus első üteme, és mellette itt építenék elvileg a második ütemet is, de azt az információt kaptam, hogy egyelőre ez még nem épül. Itt egyelőre valami parkot és parkolót alakítanak ki, úgyhogy egyelőre csak annak a munkálatai kezdődtek itt el. Az irodaház második üteme még egyelőre nem épül. Mint a videó elején már mondtam, ugye itt a kenyérgyár volt, annak az épületeit bontották itt el, és helyére épült fel az irodaház, és majd egyszer a tervek szerint elvileg felépül a másik fele is. Majd meglátjuk. We'll be right back.
az utolsó témánk mára itt az MTK Sportpark. Amint láthatjátok, ez is átadás előtt van már, utolsó simításokat végzik itt ezen az épületen. Ez itt épült fel, itt a Kerepesi úton, nem messze az Arena Plázától, itt a gumigyár volt itt a helyén, illetve mellette még ugye a taxi épülete található. És még egyébként hátul napelemparkot is létesítenek, ami innen nem látszik, de azon még ott dolgoznak ott a háttérben egyébként. Hát itt láthatjátok az MTK Sportparkot. Hát igazából november 18-ára kellett volna átadni, de picit azért csúsznak, de tulajdonképpen nem sokat. Itt látszik, hogy itt majd lesz majd egy út, ugye itt van középen a csatorna fedél, és akkor megvannak a szegélyek, de hát ez még nincsen leaszfaltozva, vagy hogy térkövezve, ezt nem tudom, azt még nyilván itt meg kell csinálni, de hát olyan biztosan 90%-os készültségem áll már ez a dolog, hát az épület már így ránézésre szinte teljesen készen van, hogy hamarosan átadják. És akkor itt egyébként ezt az utat is teljesen megújították, itt mindjárt be is fordulok itt balra, és akkor láthatjátok, ez itt teljesen megújult az út, és ott hátul ott egy parkoló lesz, úgy tudom. Ja, és én úgy láttam, hogy ott lesz parkoló, és akkor meg a napelem park még. Az épületet pedig geotermikus energiával fűtik, meg ugye napelem park is tesz, úgyhogy azt mondják, hogy a fenntartás az szinte semmibe sem fog kerülni. Na hát a mai videó ennyi lett volna, majd még megyek tovább építkezésekre is a következő hetekben. Sziasztok!